A tomboló Orbáni infláció az utóbbi két évben egyedülálló lehetőséget nyújtott önöknek arra, hogy átverjék a magyar nyugdíjasokat. Olyan elképesztő történelmi mértékben drágultak az élelmiszerek, a rezsi, illetve más alapvető termékek és szolgáltatások, hogy összesen 2021-ben és 2022-ben 1,5%-os nyugdíjemelést tudtak így önök elcsalni. És mindezt úgy, hogy eközben olyan alapélelmiszerek ára duplázódott, sőt nőtt 110-160%-kal, mint a tejföl, a kenyér, a sajt vagy a tojás. Jól hallja államtitkár úr, önök teljesen szándékosan becsülték alá a száguldó inflációt mindkét évben, hogy kevesebb nyugdíjat kelljen emiatt emelniük. Önök a saját nyugdíjtörvényüket sem voltak képesek betartani. Azzal a pénzzel pedig azóta is tartoznak az idős embereknek. Pitiáner módon lenyelték azt a pénzt, ami a brutális drágulás mellett talán sokaknak fel sem tűnt. 2023. januárjában, amennyiben a önök betartották volna a saját törvényüket, az átlagnyugdíj nem 208 ezer forint lenne, mint most, hanem 264 ezer forint. És micsoda különbség, államtitkár úr, ha egy nyugdíjasnak nem 208 ezer forintból, hanem 264 ezer forintból kellene megélnie. Nyilván ezt ön az államtitkári fizetésével fel sem tudja fogni.